Összeesküvés, elméletek, más néven konteók, divatos szó. Én nem hiszek az összeesküvés elméletekben, én az összeesküvésben magában hiszek, elméletekben már nem. Ugyanis az elméletek elvek, és nem az elvek világát éljük, hanem a tényekét. Hogy lesz a gazdagabbból, még gazdagabb, és a szegényebből még szegényebb? És hogy lesz az emberiségből zombi, hogy észre se vegyék, hogy ki vannak használva, meg vannak alázva, és ki vannak fosztva? Most ilyen szinten az elméletek, elvek eszközök eszköz már az egyházi szintű vallásosság, mert ezek is beilleszkednek a pénzhatalom rendszerébe, hogy belőled egy alázatos, meghunyászkodó és a sorsát minden határon túl tűrő egyént faragjon, és hogy légy engedelmes ami parancsot hallasz, az ész nélkül teljesítsd. Oltasd be magad, fizesd be minden számládat, ne kérdezz vissza, ha kötelezettségeid vannak, akkor azt meg ne kérdőjelezd. És hogy terjesz gyűlöletet? Mert, hogyha egymás közt gyűlölködsz, akkor nem veszed észre, hogy honnan jön az igazi baj. Igen, létezik szabadkőművesség, létezik Bilderberg csoport és ezer más, létezik Fed, Federal Reserve, létezik sok minden, de nem etnikumok egy bizonyos emberi, faj, bár a faj az nem jó szó, etnikum szó a jó szó, előnye az, ami itt számít, hanem a bankárvilág, pénzvilág, ahol a pénz gyarapszik, ennek a rétegnek az érdeke számít amikor bedobnak ilyen elveket, hogy nacionalizmus verd a melled, légy magyar, légy francia, légy keresztény, légy muszlim, ugyan számítanak-e már az, azok, hogy hol van egy országhatár. Tök mindegy, hol van, hogyha a multi már bent van, és elfoglalta pénzügyileg az országodat. És hol tudsz te pénzt keresni, családodat eltartani? Saját vállalkozásodban? Hát olyan helyzet van, hogy az eleve csődre van ítélve. Akkor tartod el a családodat, hogyha egy multinál helyezkedsz el, és csak egy meghatározott irányú szakismerettel rendelkezel. Tehát nem egy olyannal, ami rálátást biztosít egy területre, hanem egy szakterületre. Hogy illeszted össze a zöld kábelt a zöldel, a kéket a kékkel, és ha ennél többet látsz, már ki vagy rugva, és a megélhetésed nem biztosított. Lásd a levelezésed, lásd a telefonbeszélgetéseidet. Hogyha a postán levelet kapsz, szerelmes levél érkezik? Á, dehogy csekk, számla, fizetési felszólítás, ilyesmi. Ha üzenetben bárki megkeres, akkor is csak azzal keres meg, hogy valamilyen kötelezettségedre emlékeztessen. Ha telefonbeszélgetésben vagy valakivel, az vagy panaszkodik, kölcsönkér, vagy egy fantasztikus üzleti ajánlatba, próbál téged bevonni, hogy tegyél be ennyi pénzt, meg annyi pénzt, hogy ő jól járjon. Igen, kevesen hívnak fel azzal, hogy lottó ötöst nyertem, és meg szeretném osztani veled. Tehát egy olyan légkörben élünk, ahol a pénz és a haszon átvette az elvek helyét, és önmaguk lettek az elvek, az új vallás, a haszon elvűség. És egyházad erre nem hívja fel a figyelmet. Egyházad nem azt tanítja, hogy hol lásd meg a gonoszt, a sátánt, hanem még egy hájogat még egy hályogot helyez a szemedre, hogy ne lásd. Az, hogy engedelmeskedj minden határon túl, és szavaz erre, meg arra, aki ezt az életed biztosítja számodra. A minden határon túl a lényeg. Tehát fogadd el a sorsodat, de ne minden határon túl. És bár követed a sorsot és a kiszolgáltatottságod besodor ebbe a létbe, de az egyházad arra is kötelez, hogy a lelkedet ne szabadíts föl, az is legyen rabszolga. Holott arra kellene tanítania, hogy bár a sorsot fogad el, de lelked ne fogadja el. Ne ezt tanítsd, ne ezt add tovább, hanem tudd, hogy lesz egy változás. És ezt nem a jelenlegi Összeesküvések nem elméletek hozzák, hanem be fog következni. A jain a bizonyosság. Mert ha a lelked szabad, akkor ezt az egész helyzetet egészen másképp éled meg. Ami hírt kommunikáció révén kapsz, azt a helyén fogod értékelni tudod jól, hogy nem elvek támadnak be téged, hanem egy haszonelvűség. Síró, gyermekarcok, szenvedőképek, stb. És a te gyermekeidnek síró arcával kitörődik. És a te életed alakulásával kitörődik. Ha te meghalsz, a sírod szélén kiáll és gyászol. Á, akkor már egy adat vagy, aki megszűnsz létezni, és már nem okoz gondot a te fenntartóidnak. Ez vagy. De Isten mindig ott van. A sírat szélén is ott van, és azon túl is ott van a lelkeddel, hogyha benne keresel menedéket. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته